memóriát a fa alá. Reménytelenül bedugult a kereszteződés. Anya és fia alaposan megtárgyalták, sokára fognak hazaérni. Aztán elakadt a beszélgetés. Hiába egy kamasz fiúval nehéz beszélgetni még egy anyának is, még akkor is, ha szíve csücskéről van szó. De jött az ötlet. Hát minek örülnél karácsonykor, fiam? A fiú kabátújával megtörölte a bepárásodott ablakot, szava nem volt, csak a válla rándult. Eszébe juthatott a tavalyi zokni kavalkád, vagy a gicses bögre variációk, amelyek már akkor is arról árulkodtak, mennyire nem ismerik őt még a szülei sem. Mennyire nem tudják, ki ő, milyen a belső világa, minek körülne. Anya nem tágít. Nem engedi lepottyanni a feldobott témát. De tényleg, mire lenne szükséged? A tekintetek nem találkoznak, de szava már van a fiúnak, hanem is érthető. Ramot kérek. Kevés a memória a gépemen. Anya egy fejjel alacsonyabb a fiánál, mintha ez is jelezné, nem nőtt fel a válasz azonnali megértéséhez. Memóriát vegyek a gépébe? Hol adják? Mi a mértékegysége? Adjak neki pénzt, és vegye meg ő, ahol akarja? Talán ilyen kérdések villantak át az agyán. Nem figyeltem tovább a beszélgetést, eddig sem illett volna hegyeznem a fülemet, az anya talán utána kérdez a munkahelyén vagy a barátnőjénél, és biztosan lesz a fiúnak memóriája a fa alatt, aranymasnis, szaloncukros rámja. Elkalandoztam, ahogy ez lenni szokott. Hirtelen támadta kérés. Istenem, én is memóriát kérek karácsonyra. Nem a gépembe, az még bírja a csekély terhelést, amelyben részesül. Oda kérem a memóriát, Uram, ahova teremtetted, az eszembe és a szívembe. Mert a szívünk is emlékszik, nem csak a gondolataink. Lukács evangélista, precíz orvos lévén, gondosan ügyelte arra, hogy amit megjegyez, az pontos és tényszerű legyen. A karácsonyi történet nem augusztus császárral kezdődik, hanem a következő szavakkal. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről úgy, amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült teofilus, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. Így olvashatjuk Lukács evangéliuma új fordításának első részében. Amikor felelősek vagyunk a saját vallomásunkért, nagyon ügyelünk a pontosságra, mert a nevünket adjuk hozzá, Ilyenkor nem hagyhat ki az emlékezet, mert minden részlet fontos lehet. Hol lennénk, egyáltalán lenne-e kereszténység, ha a próféták és az apostolok a rájuk bízott megjegyezendő üzenetre hézagosan emlékeztek volna? Nem mondhatták volna Istennek, bocsánat, uram, nem ismételnéd el még egyszer? De nem csak ezért van szükség az emlékezetünkre hogy a megtapasztalt tényeket pontosan adjuk tovább. A belső rend, a lelkivilág egyensúlya, az élethez szükséges lelkierő mennyisége függ attól, emlékszünk-e arra, amin Isten átsegített? Emlékszünk-e az útra, amelyen vezetett? Emlékszünk-e a sok jóra, amivel megajándékozott? Sok remek memóriával megáldott ember élik keserűen, Beszémistán az életét, emlékeznek minden szóra, minden bántásra. Évekre visszamenően fel tudják idézni, ki mivel maradt adós nekik, mit nem kaptak meg az élettől, pedig megérdemelték volna. Az ilyen egyoldalúan élesített emlékezet szüli a nehéz természetű, sértődékeny embereket, akik úgy érzik, hogy a sors mostoha gyermekei. Nem nyújt egészséges megoldást a csak a szépre emlékezem jelszavú életszemlélet sem. Volt szerepük a terheknek, a nem bírom továbboknak. Miért kellene őket kitörölni? Ha megláttuk az értelmüket, már nem is bánjuk annyira, hogy részünk volt bennük. A memóriát nem csak magamnak kérem, hanem minnyájunknak. Mégpedig Mária memóriáját, akiről így vall az ige, mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. Turmezei Erzsébet Csodákra emlékezni jó című versében írja. Messzi évekre visszanézni, és számba venni ezer áldást, erőt, kegyelmet, Megbocsátást? Csodákra emlékezni. Jó!